A vasárnapi bajnoki rajt előtt a Városháza dísztermében rendezte meg szurkolói anketját a MOL Fehérvár FC. Juhász Roland a klub sportigazgatója és Huszti Szabolcs az együttes szakvezetője a téli felkészülés a novigrádi edzőtábor tapasztalatairól számoltak be, illetve a szurkolók kérdéseire válaszolva a csapatépítés történéseiről adtak tájékoztatást. Fontosak ilyenkor ezek az összetartások abból a szempontból, hogy a csapatot kicsit összekovácsolja, még inkább összehozza. Tényleg itt azért egy nagy menetelés lesz majd tavasszal. Azt mondom, az edzőmeccsekből is levontuk a megfelelő következtetéseket, nyilván helyén kezeltük a sikeresebbeket, és azokból viszont bőven felismertük azokat a hibákat, hogy mindig kell javítani itt a jövőben, a csapat szinten, úgyhogy mindenképpen hasznosnak találom az mögöttünk lévő időszakot. Juhász Roland a távozókról szólva megerősítette, Zivzi Vadze, Bamgoja és Bumba távozik, a lejárt kölcsönszerződésű Lednyov és Szendrei pedig visszatérnek klubjaikba. Ugyanakkor megerősítette, az év végén lejáró szerződésű 9 labdarúgóval rövidesen megkezdik a tárgyalásokat a folytatásról, illetve igyekeznek a horvátországi edzőtáborban jó benyomást nyújtó fiatalokat is fokozatosan beépíteni a csapatba, és természetesen tervben van néhány azonnal bevethető játékos leigazolása is. Egyelőre ugye két igazolás történt, két új arc van a csapatban, van egy régi új, és van egy olyan játékos, akivel az opciós jogot érvényestettük. Még várhatók újabb érkezők, nyilván a támadó szekcióban egyelőre kevesebb erősítés történt, de nyilván ide a legnehezebb, ide a legkomplikáltabb játékost hozni, de tisztában vagyunk vele, hogy ide még azért bőven erősítésre szorul a csapat. Szeretnénk minél több lehetőséget adni a Szabinak, hogy minél több választási lehetősége legyen akár a csapat kezdőnek kialakításakor. A Kecskemét elleni mérkőzés hatványozottan fontos, erősítette meg Juhász Roland, olyan eredményt várnak, amely folytatása lehet a Huszti Szabolcs szerepvállalása óta felfelé ívelő időszaknak.